Itt emellettem Bajnóci Máté, a KKIK-nak az egyik frontembere. Viszont én azt láttam, Máté, hogy hamar rájöttek a várpalotaiak, hogy téged ki kell venni a játékból. Hát igen, gondoltuk, hogy lesz ilyesmi. Próbáltunk is készülni, vannak rá játékaink. A helyek közben meg tudtuk azért oldani, de ezen még van mit csiszolni azért. Hát van bizony, hiszen a játék elején nagyon-nagyon-nagyon elhúztatok. Az látszott, hogy nagyon sima lesz a mai mérkőzés, és a végére bizony hagytatok izgalmat. Hát igen, az elején nagyon-nagyon jól védekeztünk, abból tudtunk menni, jó volt a támadás, jók voltak a lövések, készültünk a kapusokra is, mit védenek. Első félre nagyon jó volt, vezettünk 8 góllal, aztán muszáj volt belecserélni támadás védekezésbe is. Elkezdtek fogni ott is a kapusok, nálunk felpult a védekezés, elég közel engedtük középen a lövőket, elég tisztán lőttek, ezért volt az, hogy fel tudtak jönni, izgalmas lett a vége. Ilyenkor nem az van bennetek, hogy ti is látjátok, hogy iszonyú nagy a különbség, hiszen talán 8 gól volt a legnagyobb különbség köztetek, tehát olyan volt, mintha nem is az a palota jött volna el Ajkára, aki a harmadik. Igazából nem gondoltunk, még a 8-nál sem, azt beszéltük folyamatosan, hogy nem állunk meg, ugyanezt a tempót játszunk végig, ugyanúgy védekezünk. Palota sem egy rossz csapat, azt gondolom, hogy ők is változtattak, aztán bejött nekik annyira, amennyire bejött. A lényeg a győzelem, és megyünk tovább. Lényeg az, hogy megvan a pont, igen, Palotát elég szép nézőközönség kísérte el ide Ajkára, megtelt a sportcsarnok, azt beszélgettük a múlt héten Tamással Tarjánba, hogy jó lenne Ajkára is egy ilyen csarnok, mint a tarjáni, viszont hogyha a jövőben mindig ilyen nézőszámra számíthatunk, akkor kicsi lesz a tarjáni csarnok, nem? Hát nyilvánvalóan persze, akkor pici az egyoldalas csarnok, de én úgy gondolom, hogy azért, hogyha jönnek az eredmények, minél több néző ki fog jönni. Most azért volt foci meccs, és onnan is azért páran bejöttek, meg hát Palotáról, ugye. Elég sok néző eljött, vártuk is, hogy fognak jönni, megjelezték is. Jó hangulat volt egy ilyen meccsnek, ez úgy gondolom, hogy jár, hogy ennyi néző van, meg ilyen parás hangulat van. Azt elmondhatjuk, hogy a nehezén azért túl van a csapat. Hát két nehéz meccsen túl vagyunk, még van 9 nehéz meccs, ezt ne felejtsük el, az még hosszú bajnokság. Még azt mondom, hogy most két nagyon nehéz mérkőzés jön, a Felsőrs, ők ha jól tudom, akkor a Telekomtól igazoltak 6-8-10 embert. Tehát elég sokat erősödtek, most a mai nap a Tarjánnal döntetlet játszottak. Meg a Győrbe megyünk, aki ősszel otthon szinte minden meccsét hozta. Úgyhogy még ez a két meccs nagyon-nagyon kemény lesz, hogyha sikerül nyerni ezen a két meccsen, akkor egy picit fellélegezhetünk, de nem szabad megállni, ugyanígy kell csinálni tovább a dolgunkat. Tudja mindenki, hogy mi a cél, meg kell nyerni a bajnokságot. Tarjánnal döntetlenül játszottak, az jó nekünk, hiszen a Tarján az második mögöttetek, tehát igazából nem tudta növelni, illetve ti a mai győzelemmel növeltétek a különbséget. Így van, ez egy jó eredmény nekünk. Hát ugye most a Tarján így 3 ponttal van mögöttünk, a Várpalota meg 5 ponttal. Igazán akkor lett volna ez értékes, ez a győzelem, hogyha Tarjánba tudunk nyerni, mert akkor a Tarján is 5 pontra lenne, meg a Palota is 5 pontra lenne. Így sikerült az a meccs, 3 pont az előny. Menni kell tovább, nyugodtan játszani a játékot. Köszönjük neked, Máté. Jövünk vissza mindjárt Port Tamással. Várjál. Mondtam. Hát azt tudom csak mondani, hogy nagyon jól játszott az Ajka, de valamikor lehet, hogy folytogatták a bajnót, az nem volt érdemes a meccsnél, és ezért nem is volt jó. Hó, meg valamikor támadtak is le, és ez nem volt érdemes. Nem volt érdemes ennél a meccsnél, egyáltalán nem. Micsoda, nem volt érdemes folytogatni a bajnót, hiszen megnyertük? Igen. Hát ez nem volt egyáltalán, nem volt értelmes a 17-estől, hogy ilyet csinálni. Aztán még akkor mérges, amikor hogy meg őt meg letámadj. Aztán még akkor mérges, amikor őt letámadják. Hát látod, ez egy ilyen sport, de látom, te is kézilabdázónak készülsz. Milán bácsiéknál játszol, vagy hol? Nem, én csak itt a csapattag vagyok a felnőtteknél. De már a felnőtt csapatba játszol? Hát nem játszok, csak csapattag vagyok, ilyen nagy főszurkoló vagyok. Tőlük kaptam ezt a mezet is, ami rajtam van. Ők csináltatták nekem. Csak értem, tehát te tiszteletbeli csapattag vagy. Igen. Hát csak ennyi. Köszönjük neked, és további jó szurkolást.
Mennyire voltál elégedett a mai játékkal? Elégedett voltam, jól játszottak a fiúk. Nem a tiétekre gondoltam, hanem a nagy csapatra. Nagy csapatra? Hát jól játszottak ők is. Nem, nincs okunk panaszra. Küzdöttek a pályán, ez látszott rajtuk. Ugye volt, igaz, hogy játékvezetőre volt egy pár olyan ítélet, amit én is vitatottam. Ők ezzel nem foglalkoztak, ez látszott is rajtuk. Ők benne azt láttam, hogy küzdeni akartak. Bármint a játékvezetők nem foglalkoztak vele, vagy a fiúk? A fiúk nem foglalkoztak a játékvezetéssel. Tehát ők nem. Ők tudták a céljukat, hogy nyerni kell, revánsot akartak venni. Ez be is igazolódott. Így kell játszani? Így kell játszani. És ti mit játszottatok előtte? Mi is egy szoros mérkőzést játszottunk. Ott sajnos is egy gólos győzelem született. Igaz, hogy nem nekünk. Hát ugye sajnos ugye a Várpalotának. De igazából nálatok annyira nem számít, hiszen a nagyok visznek magukkal benneteket. Tehát nektek az a dolgotok, hogy jól érezzétek magatokat a pályán, és próbáljátok persze megnyerni a mérkőzést, de nincs tragédia, ha nem sikerül. Nincs tragédia. Cél az, hogy fejlődjünk, és a nagy életben, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi is tudunk játszani. A közésünkkel nem volt probléma, de hát mi is közdöttünk. Igaz, hogy ott is volt olyan ítélet, amivel nem értettünk egyet, nem foglalkoztunk vele, de most sajnos így jött ki. Majd a következő mérkőzésen bebizonyítjuk, hogy tudunk küzdeni. Mit szólsz ehhez az utolsó egy perchez? Elég keményen védekezték ki a fiúk, ezt így kell csinálni valahogy, nem? Habár én egy kicsit azt gondolnám, hogy nem volt túl sportszerű, de hát a cél szentesíti az eszközt. Nem, hát a cél az volt, hogy egy győzelem, úgy védekeztek, hogyan kellett. Férfias küzdelem volt. Ez látszott is az egész meccsem. Köszönjük, a Brio azt mondja, hogy dolgod van, menjél. Tévelyek a munkatársai éppen riportot készítenek Por Tamással, hogyha végeznek, akkor jövünk vele. Végeztek. Tamás, nagyon simán indultatok az elején. Azt hittem, ott maradt a csapat tarjánba, és valami új csapatot raktál össze. Az első fél időben ugye az látszott, hogy sokkal gördülékenyebb volt a játékunk. Ugye próbáltunk erre gyakorolni, meg átbeszélni a dolgokat, ami tarjánba ugye nem működött. Azt gondolom, hogy ez most egy fél időt tudtunk javulni. Tehát ez a pozitívum. Azt gondolom, hogyha egy fél időt tudtunk egyik fordulóról a másikra javulni, akkor ha még lesz időnk, ugye a hetek folyamán azért a második fél időben is ki tudjuk ezt egyre jobban tolni. Úgyhogy én most azért vagyok elégedett, mert a Tarjánihoz képest most játszottunk egy félidő jó támadójátékot, a jó védekezéssel együtt azt gondolom, mert tehát 21 gólt kaptunk. Igaz, a második fél időben jóval többet, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés még mindig rendben volt. A második fél időben talán egy kicsit kapus teljesítmény még kellett volna, vagy lehetett volna kapus cserélni, azt gondolom. Bár elég közel engedtük őket középen, tehát onnét elég sok gólt kaptunk, meg hát ügyesek voltak egyébként a Várpalotaiak, hozzáteszem. Tehát az a csoda, hogy 22 góllal most lehetett jól mérkőzést nyerni, de hát az látszik, hogy akkor jó volt a védekezés, tehát ha 22 góllal is tudtunk nyerni. Azt gondolom, hogy a Tarjánhoz képest mindenképpen javultunk. Most ennek örülünk, ennek a megszerzett két pontnak, mert a célt azt teljesítettük. Mi tudjuk azt, hogy mi az a dolog, ami miatt a második fél idő nem úgy sikerült, azt gondolom. Nem vagyunk könnyű helyzetben egyébként ebből a szempontból, de valamilyen oknál fogva majd próbáljuk megoldani. Egyelőre ennyit sikerült hozzátennünk, azt gondolom, hogy javulni fogunk még, ennél sokkal jobb teljesítményt is fogunk nyújtani, akkor meg lesz ennek az eredménye, azt gondolom. Bajnóczi Mátét kivették a Várpalotaiak elég hamar, tehát erre úgy gondolom, hogy nagyon nem is tudtok felkészülni, hiszen ha ő nincs, akkor egyel kevesebben vagytok a pályán. Készülünk rá egyébként, tehát az a nem is érdekes, hanem az a normális, hogy készülünk rá. Tehát a múlt héten már Tarján előtt is készültünk rá, most is átbeszéltük, készültünk rá, hogy miket kellene akkor játszani. Ugye, de akkor, amikor ez megtörténik, akkor most még, azt gondolom, tehát lesz ez jobb is, most még nem megy olyan folyékonyan a támadás, tehát megvan, hogy miket akarunk játszani, de nem úgy megy oda a labda, mert ugye ez nem egy olyan mérkőzés helyzet, ami mondjuk mérkőzésről mérkőzésre előfordul, meg hát az ember azért túlnyomó részt az edzéseken nem ezt gyakorolja, viszont néha elő kell venni. Most azt mondom, hogy benne volt a fejünkben, egy-két dolgot megpróbáltunk, nem nagyon sikerültek azok a dolgok, megmondom őszintén, mert lassan ért ki a labda, ahova kellett volna, tehát amiket megbeszéltünk, nem úgy ment. Pedig
5-6 dolog is van, amit erre tudnánk játszani igazából. Lassú még az egész, fejbe azért mit ilyenkor még fel kell gyorsulni, hiszen nagyobb helyek vannak ilyenkor a pályán, mert ugye akit kivettek, ugye a Bajnóci Mátét, az bárhova megy a pályán, akár lerakjuk a sarokba a szélére, ugye azzal megnyitja a területet a többiek előtt, tehát magyarán a többieknek jóval több lehetőségük van egy betörést elkövetni, vagy egy játékot lejátszani. De ugye azt mondom, hogy nem úgy ment a labda, tehát mindenki próbálta egyénileg megoldani, vagy abból egy cselből elkezdeni, amikor leütöm a labdát, az már nem olyan. Tehát és akkor a mellettem lévő ugye nem érzi azt, hogy mikor kell érkezni, tehát nem vagyunk még annyira összeszokva, ezért én inkább az egyszerűbb labdaleütés nélküli játékot preferálom, szerintem nem vagyok egyedül ezzel az edzők között, mert az az egyszerűbb, amit el lehet sajátítani, és utána jön a többi, amikor már egyénileg is meg lehet oldani, amikor van, akinek van hozzá lendülete. Az utolsó egy perc az elég harcosra sikerelett. Így van, hát azt mondom, hogy ez is hozzátartozik a kézlabdához, hogy a végén az jött ki, inkább úgy fogalmazok, hogy amelyik csapat jobban akarta a győzelmet, annak a javára dőlt el. Azt gondolom, hogy itt a végén azért volt 2-3 helyzet, amit nem nagyon értettem, hogy a játékvezetők hogy ítélték meg, tehát szerintem nálunk volt két belemenés, amit én lehet, hogy nem azt mondom, hogy ajkán befújtam volna, de hát a védő szembe volt, tehát fölvett a pozíciót egy a Csabinál, egy a Bajnóci Máténál, és ugye ők bevállalósan játszottak, tehát neki mentek a falnak magyarul. Na most, hogyha a védő ott van szembe, akkor én azt gondolom, hogy nem faltot kell fújni, hanem belemenést, mert nem megtoltuk az oldalvonal fele, hanem egy-egybe szembe volt a védőjátékos, a másik pedig itt a mérkőzés felvételével majd gondolom azért vissza fogom nézni ezt a két elvett gólt itt a széléről, az egyik ugye a Huszti Ambrusé, a másik pedig a Cerdel Valentiné, megmondom őszintén, onnan messziről kispadról nem láttam, hát majd a TV felvétel megmutatja, én azt gondolom, hogy legalább az egyik biztos, hogy nem volt vonal, hiszen olyan tiszta helyzetek voltak, hogy nem tudnám elképzelni, hogy a játékos nem tudott volna arra figyelni, hogy ne lépjen vonalat, hogyha akkora helye van itt a hatosnak az ívén, hogy 5-6 méterre van felkanyarodni, tehát azt gondolom, hogy ezt majd visszanézem, de ettől függetlenül egy harcos mérkőzés volt, csapatépítő jellegű. Persze van, aki többet szeretne hozzátenni, ez normális, tehát nem mindenki tud annyit hozzátenni, mint amit szeretne. Ez azt gondolom, hogy azért javulni fog ez is szintén mérkőzésre mérkőzésre. Legközelebb mentek, vagy hozzátok jönnek? A Veszprém KS-e fog hozzánk jönni, ez az Éles József Pásztor István féle NB1B-s utánpótlás alakulat igazából. Annyit kell róluk tudni, hogy tavaly játszottunk egy rangadott Telekom Veszprém 23-mal, amelyik nagyon szorosra sikerült, ugye 3-mal nyertünk a végén, azt ugye úgymond kikiáltottuk mi ugye a hazai mérkőzések egyik rangadójának, mert tavaly ugye a tavalyi bajnokságban kikaptunk tőlük itthon. Ugye ott sikerült nyerni, most annyi a változás, hogy ez a Veszprém KS-e ebből a Telekom 23-ból leigazolt 8 játékos, tehát magyarul ugyanazokkal fogunk játszani, akik a Telekom 23-ba már egyszer itt játszottak velünk az ősszel. Úgyhogy nem lesz egyszerű, gondolom, hogy a fiatalok azóta is fejlődtek meg, ugye, ha jól emlékszem, tavaly nem a Pásztor István volt még velük, azóta játszottunk velük itthon edzőmeccset, ott nagyon szoros meccsen tudtunk ellenük nyerni, tehát egy edzőmeccsen, de az nem ugyanaz, tehát nem lesz Piskóta, most ők x-eltek a Tarján ellen, aki közvetlenül üldözőnk, ugye, vagy hát 2 pontnal van mögöttünk, úgyhogy nem lesz egyszerű az. Ez mikor lesz? Ez jövő héten szombaton, most a jelenlegi időpont az egyeztetés alatt van, de úgy tudom, hogy 5 óra környékén lesz, de úgy tudom, hogy 5 órakor lesz a felnőtt mérkőzés. Hát ezt majd a Facebook oldalunkon akkor közzé tesszük, hiszen úgy gondolom, hogy érdemes lesz kilátogatni erre a mérkőzésre. Az meg, hogy ők x-eltek a Tarjánnal, az direkt jól jött nekünk, hiszen tudott nőni a különbség Tarján és közöttünk. Így van, tehát most azt jelenti, hogy akkor a Tarján előtt, ugye, ha jól tudom, akkor 3 ponttal megyünk, a Várpolt előtt 5 ponttal, és a Tarján ellen ugye jobb az egymásfél érményünk, a Várpolt ellen nem jobb, mert ugye ott azt hiszem 5-tel vagy 6-tal kaptunk két, mert csak egyen nyertünk, holott benne volt ugye az első fél alapján, hogy esetleg sikerül ezt is magunk javára fordítani, de nem gond egyébként. Úgyhogy most azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy nyugodtabb időszak következik, mert semmiképpen, tehát mondtam az előbb, hogy két nagyon kemény meccsünk van, ugye a Veszprém itthon, az előbb mondtam, és ugye megyünk Győrbe utána, ott pedig a Győr az meg a hazai meccseit nyerte eddig szinte mindegyiket, tehát azért mondom, hogy és ott vannak a dobogó közvetlen közelébe, úgyhogy ez a két meccs nekünk még nagyon fontos lesz. Utána talán azt gondolom, hogy a Mór elleni meg a Pápa elleni hazai azért egy kicsit közönség szórakoztatóbb játék lesz, nem ennyire harcos jellege fog kidomborodni, de mi arra koncentrálunk, hogy a következő meccset próbáljuk hozni. Én azt gondolom, hogy ez is közönség szórakoztató mérkőzés volt, nem unatkoztunk, és akkor üzenjük Bajnóci anyukának, hogy készítse az almás pitét 2 hét múlva. Köszönjük neked, Tamás!